kedves televíziónézők, már is itt vagyunk, folytatjuk adásunkat. A stúdióban köszönhetem Plahi Lászlót, a Greenplan Energy Kft. Ügyvezetőjét. A mai témánk pedig számos új munkahely jöhet létre annak a beruházásnak köszönhetően, amelyet a kazincbarcikai székhelyű megújuló energiarendszerek telepítésével, az ehhez kapcsolódó tartószerkezetek gyártásával és kereskedelmével, valamint okosházak kivitelezésével foglalkozó Greenplan Energy Kft. Tervez a barcikai ipari parkban az elkövetkezendő időszakban. Tulajdonképpen miről is szól pontosan ez a beruházás, hiszen hogyha jók az emlékeim, akkor a tavaly évben egy hosszú távú bérleti szerződést sikerült kötni az ipari parkot, illetően Kazincbarcika város önkormányzatával. Miről szól ez a történet? Igen. Hát, mint az elmúlt 10 évben is, folyamatosan ugye arra törekedtünk és törekszünk is, hogy a fejlesztéseink előremutatóak legyenek, és egy picit mindig igyekszünk előre tervezni a jól látható feladatok mesdjéjén, és gyakorlatilag ez a fejlesztési elképzelés is előzmény, és látva a lehetőségeinket és a munka mennyiségét, az erre való felkészülésnek a szándékos, tudatos előrelépése. Ez a fejlesztés egy közel 2 milliárdos beruházás. Az önkormányzattal kötöttünk egy hosszú távú bérleti szerződést az ipari park területéhez kapcsolódóan egy 3 hektáros területre. Itt fogjuk ezt a beruházást megvalósítani, és alapvetően a tartószerkezet gyártás és a naperőmű építéshez kapcsolódó fejlesztést fogja ezt hatványozni. Ez azt jelenti, hogy jelenleg a 5 megawattos havi gyártókapacitásunkat megtízszerezzük, és ebből eredően havi 50 megawattos gyártókapacitással fogunk rendelkezni. Ez elegendő lesz arra, hogy kiszolgáljuk a magyar piac igényeit, és a nemzetközi piacra is kilépjünk a napelem tartószerkezettel, és ami egyébként egyedi és innovatív benne, az az, hogy egy tengelyes napkövetős napelem rendszer tartószerkezetet fogunk gyártani, amivel egy 20%-kal nagyobb napelem termelés hozam érhető el. És azt gondoljuk, hogy ez a jövőkép, ez mindenképp szükséges ahhoz, hogy azok a jövőbeli tervek is megvalósulhassanak, ami a cég struktúrájában és a cég tudásában jövőképben benne vannak. Nyilván itt óriási nagy hangsúlyt kap, főleg Kazincbarcika, illetve a szűk vonzáskörzet tekintetében a munkahelyteremtés. Igazából, akik annyira nem ismerik a ti vállalkozásatokat, azok úgy képzelhetik el, hogy van egy jelenlegi központ, egy műhelycsarnok, egy raktár terület itt Kazincbarcikán, de gondolom ezt kinőttétek, ezért volt szükség mondjuk az ipari parkba, mondjuk egy fejlesztésre, illetve egy beköltözésre. Hogyan kell ezt az ipari parkos területet elképzelni, a város melyik részén van, és pontosan mit szeretnétek ott megvalósítani? Így van, a jelenlegi telephelyünket folyamatos fejlesztéssel az idei évre teljes mértékben kinőttük. Ugye a Kazincbarcika ipari parkban a Tescóval szembe már tavaly elkezdtük a tervezését az új telephelyünknek. Tudtuk azt, hogy a mostani lehetőségeink beszűkülnek, és ebből eredően a fejlődésünknek ez gátat szabhatna. Ezért az ipari parkban szeretnénk építeni egy 1000 négyzetméteres mérnökirodát, egy 2000 négyzetméteres új üzemet. Ebben két ütemben tud megvalósulni napelemtartó szerkezetgyártás. Első körben a mostani két tekerslemez feldolgozó gyártósor fog bekerülni, illetve hát ugye a növekvő mennyiségekhez kapcsolódóan egy 5000 négyzetméteres logisztikai központ is létesül. Jelenleg maga a vállalkozásatok hány főt foglalkoztat, illetve annak a tükrében, amiket most itt az elmúlt percekben elmondtál, hány főt szeretnétek még igazából foglalkoztatni ahhoz, hogy mondjuk a kapacitásotokat bővíteni tudjátok, illetve ezek a beruházások, fejlesztések akár meg is valósuljanak? Hál' Istennek elég komoly jövőképünk. A gyártósor beszerzéshez kapcsolódóan nagyságrendileg egy ilyen 15-20 fő az, aki újabb munkatársként jöhet a céghez, és ezeket a gyártósorokat kezeli, ahhoz kapcsolódó anyagmozgatás, logisztikát, rakodást fogja segíteni, illetve az új beruházással még további 40 munkahely jöhet létre, valamint egy új nagy beruházáshoz kapcsolódóan a mérnöki tevékenységünket is bővítjük, és az ehhez kapcsolódó létszám még további 20-30 fő, de ez még hatványozódni fog egy nagy beruházáshoz kapcsolódóan.
nagyjából azok a keretszámok akár a leendő munkavállalóitokkal kapcsolatosan, akár a fejlesztések, ami a Kazincbarcika ipari parkhoz vonatkoznak, nagyjából mikorra lehet realizálni őket? Idén elkezdjük a talajfeltöltési feladatokat, tavasszal megkezdjük az építést, két ütemben tervezzük a megvalósítást. Első ütemben a gyártósort és az irodaházat építjük meg, második ütemben pedig a logisztikai központot, de mindenképp 2021 év végére, 2022 tavaszára a teljes projektet szeretnénk használatba venni. Ezen kívül még vannak úgynevezett más beruházások, de szorosan kapcsolódnak az imént említett témához. Nemrégiben egy jelentős állami támogatásban részesült maga a vállalat. Erről mit érdemes tudni? Hogyan pályáztatok? Milyen célból? Két tekeslemezfeldolgozó gyártósorra pályáztunk, és hát ugye a cél az volt, hogy a kapacitásunk bővülhessen, mert azt látjuk, hogy jelenleg a megújuló energia igény Magyarországon ez egy jelentős felszállóágban van, és szeretnénk követni a piacot, szeretnénk lehetőséget biztosítani, hogy minél több projektben részt vegyünk, illetve nem titkolt célunk, hogy a lehető legtöbb Magyarországon épülő naperőműbe magyar tartószerkezet kerülhessen beépítésre. És ha már szóba kerültek a naperőművek, szintén Kazincbarcika, illetve szűk vonzás körzetében élőket foglalkoztatok több naperőmű építésénél is. Ezek itt a szűkebb régióinkban, szűkebb környezetünkben épülnek. Mit érdemes tudni erről a projektről? Hát nagyon örülünk annak, hogy az utóbbi időszakban ezek a projektek megsokasodtak. A kormány ugye nagymértékű pályázati, visszanemtérítendő pályázati pénzekkel is támogatja ezeket a projekteket. Ez mindenképp egy fontos momentum és hosszú távú gondolkodásra sarka. A cégcsoportunk egyik tagja kiemelt kormányberuházás keretén belül 410 megawattnyi naperőmű építés lehetőségét hozta a térségben, és a Green Energy, mint generál kivitelező, az építésben fog jelentős szerepet vállalni. Ez azt jelenti, hogy a térségben 410 megawattnyi naperőmű létesül, nagyságrendileg 110 milliárd forint értékben, és reméljük, hogy ez a továbbiakban jó hosszú távra, mert ugye a naperőművek élettartama azért 20-25 év, még további 100-150 és még lehet, hogy 200 munkahelyet is tud teremteni majd. Ami tényleg elmondható, hogy a fő irányvonal nyilván a munkahelyeknek a megtartása, a munkahelyteremtés, hiszen az elmúlt időszakban itt a pandémia idején voltak-e nehézségek, kellett-e munkavállalókat esetleg elküldeni, vagy azok a munkavállalók, akik nálatok dolgoznak, hosszú távra tudnak tervezni? Nem mondom, hogy nem voltak nehézségek, de nem abban merültek ki a nehézségek, hogy például pénzügyi vagy egyéb megrendelés állomány csökkenés volt, hanem egy újraszervezést kellett véghez vinnünk, és hát egyébként sok esetben megcsúsztak a projektek, sok esetben el is lehetetlenültek. Igaz, hogy jöttek újabb megrendelések, sikerült minden munkáját megmentenünk, senkit nem kellett elküldeni a cégtől, és azt gondolom, hogy sokat tanultunk az esetből, és látva a jelenlegi pandémia helyzetét is, azt gondolom, hogy jól döntöttünk, hogy egy új beruházással és egy új gyártósorral próbáljuk kivédeni az ehhez kapcsolódó nehézségeket. Jól látható probléma volt az egyébként, amikor lezárták a határokat, hogy ami eddig import tartószerkezet beszállító volt, import alapanyag beszállító volt, ott ezek a beszállítások elakadtak, és hát ugye ez elkezdte a határidőket is eltolni a folyamatban lévő projektekben is. Szeretnénk ez alól mentesülni, és így, hogyha saját tartószerkezet gyártóüzemünk lesz, akkor talán tudjuk is majd ütemezni egy ilyen nehéz körülmények közt lévő állapotban is a projekteket, és így továbbra is fenntarthatjuk majd a fejlődésünket, és munkahelyeket teremtünk, és nem létszámleépítés lesz. És nem pont itt lehet visszakanyarodni a beruházások, illetve a fejlesztések fontosságára, hiszen említetted, hogy import beszállítóktól függtetek úgymond az elmúlt időszakban, itt teljesen pedig akár önállóan is mástól függetlenül is végre tudjátok hajtani a projekteket. Kazincbarcika város szempontjából mekkora jelentősége van annak, hogy amit említettél, akár 60-70-80 új munkavállaló is ezekben a projektekben úgymond lehetőséget kaphat. Hosszú távon tudják ezeket a folyamatokat tervezni azok, akik majd hozzátok kerülnek dolgozni?
mindenképp hosszú távon gondolkodunk, akár a gyártásról beszélünk, akár a naperőművek, megvalósuló naperőművek karbantartásáról és fenntartásáról. Tehát meggyőződésem, hogy aki eljön hozzánk, az velünk hosszú távon kalkulálhat és stabil, jó munkahelyet talál. Talán külön hágon említettük hirtelen ezt a három fejlesztés beruházást, magát a Barcikai Ipari Parkban történő beruházást, a gyártósor, gépsor, kapacitássornak igazából a bővítését, valamint a naperőművek építését, viszont ez a három szál várhatóan 2021-2022-ben igazából egy szállá kovácsolódik össze. Mennyire nehéz ezt a három projektet úgymond, vagy ezt a három területet úgymond egy irányba terelgetni? Mit vártok ettől a három szálltól igazából, amikor majd összeér? Hát az elmúlt 10 év tapasztalatát használjuk, és 2 évnyi munka van abban, hogy eljutottunk abba az állapotba, hogy ezek a projektek már egy engedélyeztetési eljárásban vannak, akár a új ipari park beruházás építéséhez kapcsolódó engedélyeztetési eljárás, ott már ugye előzetes építési engedélyekkel rendelkezünk, a költségvetéseket állítjuk össze, illetve az építéshez kapcsolódó pályáztatás kezdődik, illetve a nagy beruházáshoz, a 410 megawattnyi naperőmű beruházáshoz kapcsolódóan szintén már az alalámási és naperőművi építési engedélyek, különböző jogosultságok, vezetékjogok megszerzése van folyamatban. Szeretnénk, hogyha tavasszal az új ipari park beruházása párhuzamosan a naperőművek építése is megkezdődhetne, és hát reméljük, hogy a tartószerkezet gyártó kapacitásunk utoléri, vagy legalább beéri majd a naperőmű építésekhez kapcsolódó feladatokat. A kazincbarcikai lakók mikor láthatják az első jelentős lépéseket a kazincbarcikai ipari parkban? Aki mondjuk arra autózik, vagy arra jár a 26-os út mentén, mikor láthatják az első jelentősebb kapavágásokat, illetve mikorra tervezitek, hogy a épületek lassan-lassan majd elkezdenek kinőni a földből? Igen, hát a talajfeltöltést azt még idén ősszel elkezdjük. Ha jól tudom, az ütemterv szerint október vége lesz az az időpont, amikor elkezdik behordani a feltöltőanyagot. Ezt követően ugye történik majd egy talajegyengetés, feldolgozzák gyakorlatilag azt az anyagot, amit oda beszállítunk töltőanyagként. Tavasszal elkezdődnek a pontalapozások, cölöpalapozások, és hát reméljük, hogy mire az első napsugarak megérkeznek a naperőművekhez, addigra az első oszlop is elkezd majd a helyére kerülni, és reméljük, hogy májusra már látványos építkezés, amivel szembesülhet az arra látogató. Bízunk abban, és ezek tényleg nagyon-nagyon jó hírek, akár Kazincbarcika város szempontjából is, hiszen, mint ahogy mondtuk, újabb munkahelyek is létesülhetnek itt Kazincbarcikán, illetve a térségünkben is. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.